Sziasztok! Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Kókuszt és az ő kis történetét, amely arról beszél, hogy milyen hatalmas is az Isten, és milyen személyre szabott, végtelen az ő szeretete, és mennyire különleges. Kezdődött, hogy egy tini lánynak születésnapja volt, és hát tudjátok, a tinédzsereknek nagyon nehéz olyan ajándékot venni, keríteni, ami nem csak néhány pillanatig tetszik nekik, vagy amire nem csak rámondják, hogy igen, tetszik. Szóval a tiniknek elég nehéz a kedvébe járni sokszor, és ennek a tini lánynak is, akiről beszélek, éppen próbált a családja olyan ajándékot keresni, aminek biztos, hogy örül. Próbáltak utána járni, nyomozni, szóval ha már egyszer születésnapja van, akkor az legyen emlékezetes, az legyen örömteli. És meg volt a család elképzelése, meg is tettek mindent a születésnapjáért, a lehetőségeikhez képest. És hát eljött a születésnap ideje, eljött az ajándékozás ideje, és képzeljétek el, hogy aznap reggel a semmiből Kókusz megjelent az udvaron, ennek a háznak az udvarán. Tudni kell, hogy ennek a lánynak, ennek volt egy cicája, aki egyszer csak nem jött haza. Na most a születésnapjára, bármilyen ajándékkal készült is a család, Isten egy jobbat gondolt, egy még jobbat, megkapta az ajándékait a lány, de a legjobban annak a cicának örült, ami pont a születésnapján betoppant az udvarba, hivatlanul, váratlanul, és itt rágja a kezemet éppen. És az említett szülinapos lány, tini lány annyira örült ennek a cicának, hogy kicsordultak a könnyei, elpityeregte magát, és azóta nagyon szereti Kókuszt, sokat gondoskodik róla, mert elég kis cica. Akárki, akármilyen ajándékkal készült is erre a születésnapra, Isten mindent megfejelt, Isten tudott adni egy olyan ajándékot, ami mindennél értékesebb volt ennek a lánynak a számára, igazán a szívében volt, amit igazán szeretett volna, és igazából ez egy óriási kedvesség és figyelmesség Istentől, amit felénk tanúsít, igazából mindenki felé ilyen az Isten. Mindenkit egyénileg szeret, nem egy tömegben gondolkodik, hanem a te szíved vágyát is tudja, a te kívánságodat is tudja. Tisztában van Isten azzal, hogy mi az, amivel téged is meg tudna hatni. A legkeményebb szívű embert is képes Isten meghatni, hogy úgy mondjam, képes a szívére beszélni, akár egyetlen szóval is, akár egyetlen mondattal. Tudja, hogy kihez, hogyan kell közeledni. És lehet, hogy így halljátok, jaj, most Kókusz éppen a kezemet nyalja. Köszönöm, hogy abba hagytad. Szóval talán halljátok néha itt a háttérből, hogy egy cica nyávog a szomszédban. Na most kiderült, hogy Kókusz is a szomszédból származik. Nyilván, hogy értesítve lett a szomszéd erről a szituációról, és ő örömmel adta oda a cicát a szülinaposnak. De Isten volt az, aki ide vezette,
pont azon a napon, amikor születésnap volt, amikor Isten ezt így eltervezte. Szóval ez a kis történet mondja el neked azt, legyen tanúság, hogy Isten mennyire egyénileg szeret téged, és tudja a szíved vágyát, a szíved kívánságát. Hát van akinek egy ilyen kis cica a szíve kívánsága, nekem inkább egy kis kutya, de Kókusz is nagyon aranyos, és a testvérei itt a szomszédban jól el vannak. Szóval ne felejtsd el, Isten mennyire szeret téged, mennyire tudja a szíved legelrejtettebb kívánságát is, és hogy bármi ilyen problémád van, akkor menj hozzá nyugodtan, a szíved kívánságával is menj hozzá nyugodtan, mert látod, hogyha ki sem mondod azt a dolgot, Isten akkor is tudja, ez a lány, akiről beszéltem, ő nem imádkozott ilyen kis cicáért, de Isten mégis tudta, hogy mit adjon neki, mégis meg tudta őt hatni. Bátran vidd Isten elé a kívánságaidat, tedd le az ő kezébe, és nem azt mondom, hogy Isten minden kívánságodat teljesíteni fogja, de tudja jól, hogy mi az, ami a leghasznosabb lenne neked. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis videót, ezt a kis történetet. Remélem hasznos volt számotokra. Kókusznak nagyon hasznos volt, mert már nyújtózkodik. Szóval Isten nagyon áldjon meg benneteket. Sziasztok!